mert végül 2009-től fogva meg létezik itt Magyarországon valami, amit a magyar civil társadalom az elmúlt 80 évben nem volt képes lerakni az asztalra. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ösztönpuszta egy olyan eredmény, ami 80 éve nem létezik Magyarországon. És hogy újból megteremtődött, az azt jelenti, hogy van remény. És az jó hírrel, hogy a kezdeti kavalkád és, hogy mondjam, egymásnak ellenmondó hírek ellenére azok az emberek, akik ide megérkeztek és elkezdtek dolgozni, körülbelül 2 óra munka után egyből összehangolódtak. És a hónapokon keresztül tartó viták és veszekedések abban a pillanatban megálltak, ugyanis van egy nagyon fontos dolog, a teremtő azért hívott ide bennünket, hogy teremtsünk. Teremtő társként hívott ide bennünket, és attól a pillanattól fogva, amikor ezt művelünk, akkor egyből tudjuk, hogy a másik mit akar. Akkor meg tudjuk érteni a másikat. Azt szoktam mondani nekik, hogy kérdezték, hogy figyelj, hát mi úgy veszekedve jöttünk ide, és akkor most hát 2 óra ács munka után hogyan lehetett innen úgy elmenni, hogy akkor már egyet is értünk mindenben. Akkor elmondtam nekik, hogy egy nagyon egyszerű dolog, akkor, amikor az ember teremt a kezével, a szájával nem tud rombolni. Higgyétek el, hogy egyetlen egy hibánk van, az, hogy keveset tudunk a világról. És a világról mi a televízión keresztül, a különböző hírportálokon keresztül nem fogunk tudni meg semmit. A világról megtudni csak a másik ember által, együtt cselekedve és teremtve tudunk megismerni bármit. Sajnos a könyvek egy jelentős része hazudik, az iskoláink jelentős része hazudik, a hírforrások döntő többsége a híreket nem igazságként kezeli, hanem az embereket egyfajta irányító folyamatként, lehetőségként kezeli. Ha ti valóságot akartok tudni a világról, akkor oda kell fordulni egy valóságos emberrel szembe, bele kell nézni a szemébe, meg kell fogni a kezét, és együtt csinálni kell valamit. Ettől a pillanattól fogva lesztek tapasztaltak arról, hogy hogy kell élni. Minden egyéb más dolog, az csak arra jó, hogy tönkre tegyétek magatokat, és elveszítsétek az egy darab lehetőséget, amit úgy hívnak, hogy élet. Az összes többi dolog, ez csak annyit jelent, hogy elvesztegetjük az életet. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves barátaim, a magyar emberről Ausztriában van egy mondás. Ők ezt tanulták meg a magyarokról, akinek van egy magyar barátja, nincs szükség ellensége. Az a baj, hogy ezt mi el is hisszük. Azt mondjuk mindig, hogy ez a széthúzás, az egymásnak esés, hú, ez egy a magyar átok, a hun átok van rajtunk, hogy nem bírnak a testvérek egymás mellett meglenni. Azért én megnézném, és mondjuk egy svédet, 12 órát dolgozva naponta, és annyi pénzből megérve, amennyiből mi megélünk, mondjuk, hogy milyen idegállapotban lenni naponta. Értitek, amit mondok? Az, ami veletek történik, az egy kikényszerített hatás. Az, hogy valakinek elnézést egy picit jobban alátettek, és egy kicsit gazdagabb rabszolga lehet ebben a világban, és nyugodtabb lehet, akkor kicsit nyugodtabban tudja a dolgait kezelni, és ott, aki pedig a fennmaradásnak a határán vergődik nap, mint nap, annak természetesen rengeteg sok problémája, gondja és baja van, és attól a pillanattól fogva, amikor a fenyegetett helyszínről, döntő részében a munkája, ahol 12 órát is eltölt a magyar ember kikerül, akkor valahol megpróbálja levezetni a feszültségét, és ez legtöbbször azok az emberek, akiket legjobban szeret. Mert mások meg se hallgatják. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az az igazság, hogy a magyar ember semmivel se rosszabb a többinél. Az, ami itt történik, hogy közösségek nem tudnak egybeállni, nem tudnak megmaradni, ez nem magyar jelenség. Tessék elmenni Svájcba, ugyanezt történik. Ugyanezt történik Spanyolországban, de a Kaukázusban is ugyanezek a folyamatok zajlanak le, és aki sokat jár Erdélyben, Székelyföldön, látja, ugyanezt történik ott is. Ez európai és világ folyamat, amiben az embereket, az emberek közösségét és szövetségét megpróbálják lebontani egyénekre, és az egyéneket pedig egymás ellen fordítva, kijátszva őket, pedig birtokolni valamit, amit úgy hívnak hatalom, gazdagság és sok minden egyéb más. És akkor most egy rossz dolgot mondok el, magyar vagyok, és milyen a magyar ember, abban meg tudunk egyezni, hogy valami olyasmi lehet, amit a körülöttünk lévő emberek leginkább tudnak a magyarokról. Igaz?
A magyarokról leginkább a körülöttünk lévő emberek azt tudják, hogy a szabadságokért bármit feláldoznának. Hogy a magyar történelem nem szól semmi másról, mint egy végtelenített szabadságharcról. Elfogadjátok? És azt mondják, hogy ez a nép ezt tartja a legnagyobb értékének a szabadságát. És nézzétek meg a történelmünket, szintén erről szól, és az újgur történelem szintén erről szól. Több millió újgur halt meg azóta a 60-as évek óta, amióta a harcot elindították. Több millió. 8 millió. Mostani lakosságunk a fele. És mi is elveszítettünk 8 millió magyart egy másik harcban, amit úgy hívtak, hogy abortusz. Tisztelt hölgyek, urak! A magyar emberek legalább annyira értékesek, mint a világon bárhol máshol lévő emberek, és legalább annyira képesek összefogni, mint a világ bármely más részén. A helyzetünk nehezebb, kicsit nehezebben értjük meg egymást, a problémáink miatt értjük meg nehezebben egymást. Viszont ahhoz, hogy ezeket a problémákat meg tudjuk oldani, át kell lépnünk egy bizonyos határt. Ezt azt szoktuk mondani, hogy energiaforrásokat úgy kell összegezni, hogyha az összegeztük, és átlép egy bizonyos pontot, akkor már végre tudunk hajtani bizonyos dolgokat. Ezt pedig szeretettel és barátsággal lehet elérni, hogy az energiaforrások egymás mellé álljanak. És mi cselekedni tudjunk, vagyis hogy teremteni legyünk képesek. Tisztelt hölgyeim és uraim, két ember úgy tud teremteni, akár egy gyermeket, hogy kettő ember szövetségének létre kell jönni. Az élet csak így tud megszületni a Földön, ennél nagyobb tanítás nincs. És azt értsétek meg, hogy bármilyen érték, hogy itt a Földön megszülessen. Bármilyen érték, hogy a Földön megszülessen, az legalább kettő emberre van szükség. És én úgy gondolom... Hallanak? Én utána nem tudsz vezényelni, neki a bár. Látok, hogy a meleg is ellenség. Pulvára van. Hát, visszajött? Meg vagyok. Ha majd elmegy, akkor bemegyek közé. Nem szeretném nagyon húzni a dolgokat. Annyit szeretnék elmondani, hogy amikor tavaly Vöztörpusztán a teremtő üzenetét elmondtuk, akkor amikor lejöttem, akkor már tudtam, hogy mit kell elmondani most. És hogy miről kell, hogy szóljon a mostani történelmi érőkép, ezt majd látni fogjátok. És ami történni fog, ezt kicsit most megpróbál megelőzítetve az előadásba. Köszönöm. Ez kellene. Nektek megköszönni, hogy van egy ország, mert nélkületek nem lenne semmi. És a magyar embereknek végre egyszer meg kellene köszönni, amit küzdködtek eddig. A ti édesapáitoknak, nagyapáitoknak meg kellene végre valakinek köszönni. És azt mondom, hogy köszönjük meg. Én most köszönöm nektek, hogy van Magyarország, mert nélkületek nem lenne. Egy nagyon egyszerű gazdasági példát mondok el. Egy család, aki mondjuk 3 millió forintot keres meg egy évben. Hát csak 3 millió forintos adósságot szokott felhalmozni az építkezés kapcsán? Halljuk? Nem, jóval nagyobb adósságokat szokott törleszteni, igaz? Mondjuk mennyi? Hányszorosát? 10. 5-szörösét. Tisztelt hölgyek, urak, az az ország, aminek a nemzeti össztermékének, az évben megkeresett nemzeti össztermékének a egyszerese az adóssága, az majdnem belebukik ebbe. Gazdasági szakemberekkel, miniszterekkel, elképesztő tudományos háttérrel, a családok pedig ennél 5-ször többet kibírnak. Na akkor önök szerint kit fosztogatnak most? Hát minket. Tisztelt hölgyeim és uraim, és azt értsük meg, hogy ez a legnagyobb erő, ezeknek kell egymás mellé állni, és ettől a pillanattól fogva azok, akik a 100% adósságba belefülladnak, hogy higgyük el, hogy 500%-kal jobbak vagyunk náluk, mármint tett erővel, teremtő erővel. A kérdés, hogy most ez a teremtő erőt nekik adjuk oda, vagy önmagunknak. Azt mondjuk, hogy könnyű most így beszélni. Jaj, megint így mozgatom az ujjamat, elnézést. De sajnálom, de nekem ezt törni kell. Én is úgy izgulok, mint bárki más. Tehát a lényeg az, hogy azt értsük meg mindannyian, hogy ha ezeket az erőket őnekik adjuk oda, akkor nekünk nem lesz életünk.
Nincsen több, ezt higgyük el. A magyar népi kultúra azt mondja, hogy nem tudja elfogadni például a lélekvándorlás, ez most néhányan majd vitatkozni fognak velem, de nem fogadja el. És azt mondja, hogy a teremtés az folyamatos, és mindig új teremtődik. És ti vagytok valójában maga az a valami, amivel változtatni lehet a világban, hogy jobb legyen. A teremtő, amikor megszülettetek, úgy küldött ide benneteket olyan képességekkel, hogy mindenre fel vagytok ruházva ahhoz, hogy a világot megváltoztassátok olyanná, hogy jó legyen. Ugyanis a segedelem, hogy Isten segíts, az te vagy. Titeket küldött azon, hogy segítsetek a világban. A kérdés az, hogy te önmagad akarsz lenni, és azt, amiért ide küldtek ezt a sorsot beteljesíteni, vagy pedig elfogadod a szolgaságot, vagyis azt, hogy az ördög nyerje. Tisztelt Hölgyek, Urak, én arra kérlek benneteket, hogy önmagatokat adjátok elsősorban. A hazugságokat szépen lassan szokjunk le, a hazugságokat benne van minden nap életünkben, valljuk őszintén. Szépen lassan le kell tudni róla szokni, és ettől a pillanattól fogva látjuk a világot valóságában. Mindannyian, akik itt vagyunk, egy olyan nemzetnek a szülöttei vagyunk, akik elképesztően sokat tettek meg a jövőért. Ez a jövő most a miénk, és azt mondjuk, hogy nem túl biztató. Én azt merem mondani, hogy mind Böztörpuszta, mind a létrehozott közösségek nekem azt mondják, hogy ez biztató. És akkor kell ugye persze, hogy személyes tartalom is legyen a háttérben. Sokan megkérdezik, hogy hát Ferenc, hát mit csináltál az elmúlt két évben, és mit csináltál azt követő évben? Az első évben létrejött 340 közösség, ami előtte nem létezett Magyarországon. Ez jó eredmény, igaz? Aztán 2010-ben létrejött 299 közösség. Még ez is egy egész jó eredmény, igaz? Aztán ebben az évben nulla. Miért történhetett meg? Az azért történt meg, mert nem tartották az emberek fontosnak, hogy tovább lépjenek. Higgyétek el nekem, hogy nekem ez volt a legfontosabb. Mindenfajta társadalom politikai cél helyett ez volt a fontos, hogy az emberek egymás nem járjon. Sokan kérdezik, hogy a közösség építési modell miért nem tökéletes. Hát azért, mert ez a modell nem létezik, ezt ti fogjátok létrehozni. És hogy miért esnek szét közösségek, nagyon egyszerű. Mi nem teremtünk vezetőket. Nem tudunk, itt se egy beszélgetés alkalmával, 5 évig lehet mellettem valaki, akkor se tudom megteremteni a vezetőnek, mert a vezetővé való teremtés folyamata a születéssel kezdődik, és egy jó családi háttér, kiváló rokonok, barátok, közösség azt formálja meg az embert, hogy akkor, amikor összeszedünk 30-40-50 embert, és van köztük egy, aki felkészült arra a háttere kapcsán, hogy vezető legyen, és megkapja a lehetőséget, ha van köztük egy, az a közösség életben marad. Ha nincs köztük egy sem, ez megtörténhet, akkor nem tud életben maradni. Sírni kell ekkor, nem. Ha sikerült több százer embert megmozdítani, és ebben találni néhány száz ilyen embert, akkor nem is más dolgunk, mint folytatni a munkát tovább. Igen, Istennek hála, hogy ezek a közösségek így szétesnek. Mert nincs bennük összetartó erő. És hogy kell egy ember, aki összetartó erő legyen. Lehet, hogy akik abból elmennek, egy másik közösségben egy valódi vezetővel már működni tudnak. És amikor ez sikerül, és összegyűjtjük az országban lévő összes ilyen embert, akkor azt tudjuk mondani, hogy ezek az emberek már meg tudják tanítani a többieknek, hogy hogy kell vezetni. Nem az, higgyétek el, hogy soha nem fog mellétek állni, mert nem tud azonosulni a ti életetekkel. Higgyétek el! Akinek van egy magyar barátja, nincs szükség ellensége. Én azt mondom, hogy akinek van egy magyar barátja, az egy lépéssel közelebb van az Istenhez. És akinek van egy magyar barátja, annak az ellenségei kössék föl a gatyájukat, de jó alaposan. A idei Magyar Országos Gyűlésért egy levelet írtam, lehet, hogy sokan olvasták, hogy engem mi hívott ide, hogy dolgozzunk és cselekedjünk, és hogy ígéretet tettem a kisfiamnak. Hát az ígéret az áll, a vár föl van építve, és ő most meg is ostromolhatja, úgy, ahogy ezt kérte. A tegnapi napunk csak kicsi, hogy a főpróbát tartottunk, körülbelül 100 gyermek volt, aki a ostromnál részt vett. Nem lehetett nekik azt mondani, hogy mondtuk, hogy 2 roham lesz, és egyszer vissza kell vonulni. Nem vonultak vissza.
nem vonultak vissza, hát tudomásul kellett vennünk, hogy őket egyszer valamra indítjuk, akkor onnét már nincs tovább lépés. Tehát a várat biztosan el fogják foglalni, hátulról megkezdték önállóan a beszivárgást. Megtalálták a réseket a palánkokon. Tehát nagyon jól sikerült az ostornak ez a része. És hát azt tudom elmondani, ami ebben a levélben is szerepel, higgyétek el. Nekünk az a nagy bajunk, hogy nem születünk tisztán magyar. Egy rossz korba születtünk bele, ahol óriási háborúkat kellett valamit vívni, hogy az értékek megmaradjanak. És ez rajta van a lelkünkön. Így születünk, ebben élünk le az életünket. Ugye a természeti kép a garantában arról szól, hogy a solymok nem raknak fészket, mert hollóknak és varjaknak a fészkébe rakják le a tojásaikat. És hát ezek a hollók és a varjak, ezek mi vagyunk. Károgunk, elég gyászos viselettel rendelkezünk, a holló még néha lop is. Az a kérdés, hogy megértettük-e, hogy azokat a fészkeket, mi solymoknak építettük-e, vagy újból hollókat, károgó varjukat szeretnénk ebből kirepíteni. Önök melyiket választják? Ti melyiket választják? Solymok szeretnétek? Akkor megmondom, hogy mit kell csinálnotok. El kell játszanotok, hogy solymok vagytok. Tehát úgy kell viselkedni, hogy az soha ne derüljön ki ezeknek a gyermekeknek, hogy ezek itt valójában varjak és hollók voltak és károgtak, rosszul repültek. Mondjátok azt, hogy tudod, megsérültem egyszer, neki mentem a villanypózlának is. Most már azóta nem megy ugye repülés. Jó, de azért ment ez, meg a régieknek nagyon ment, rá most már nekünk egy kicsit majd, de most majd ti bepótoljátok. Tehát azt kell megérteni, a magyar gyermeket egyetlen egy dolog tudja nevelni, nincs ilyen, hogy reformpedagógiai módszer, felejtsétek el. Úgy hívják, hogy példa. Semmilyen más dologgal nem lehet nevelni, csak példával, és aki nevelni akarja, annak egy kincsestárnak kell lenni. A test, a szellem és a lélek kincsestárának, a tudás birtokosának kell lenni. Akitől élvezett, hogy ott vagy a közelebben, és mindig lehet kérdezni, és mindig kap válaszokat az ember. Ennek kell lennetek. Megkérlek benneteket arra, hogy legyetek tekintettel a jövőben kirepülő solymokra, és a kutya mindenit tessék most egy kicsit másikféle szerepjátékot játszani, és a rabszolga szerepjáték helyett játsszuk el azt, hogy mi solymok vagyunk, nagy lelkűek, gyorsak, sebesek, az ég urai, akik értik a teremtő mit akar, és akik tudják, hogy az üzenetet nekik kell közvetíteni a Földet. Szóval legyetek solymok! Még egy fontos dolog, nekem nagyon fontos volt, hogy elhangozzon újgur anyanyelven a mondani való. Ugye most megint testiesen beszélek itt, de itt idekint, aki találkozott velem, azt tudja, hogy nem bírtam követni ezt a hangsúlyt, de a mikrofonnak a rémült formája kioszta bennem a rémületet, és városival váltam hirtelen. Nekünk ez varázslat, amikor ez megszólal, mert figyeltem az embereket, hogy próbálnak jól figyelni. Ugye van sok köhögő hang benne, és ez egy kicsit olyan idegenül hangzik, de mi azt tudjuk, hogy a régebbi nyelven elég sokszor megjelent ez a köhögő hang nálunk is. De láttam, hogy mindenki próbál feszülten figyelni, minthogyha, hogy kellene ezt az egészet megérteni. És azzal kezdeném, hogy nekem Patriot 1, attól kifelé, 1 kilométerre volt, 1,5 kilométerre volt ez a legjobb. Először hallottam azt, hogy Baranta. Ugye, hogy most még csak elbarantáltok, de ne úgy bőlenkedés legyen a vége. Na most, nekem azért fontos, mert sokan azt mondják, hogy ez a dolog ez nem létezik. És azért fontos a számomra, mert én akkor még nem tudtam, amikor ezt elkezdtük, hogy a testvérnépnél, ugye beszélünk a Kárpát-medencéről, és beszélünk a Tari-medencéről, és a kettő medence közötti lüktetésről, hogy ez ott is létezik. És amikor megtudtam, hogy ez hősöket jelent, megtudtam, hogy ezek a harcosokat jelentik, akik felkészülnek és megvédik, és ez a hagyományoknak az őrzőit, a védőit jelenti, hogy a nappal szövetséget kötött emberek közösségét jelenti, akkor azt mondtam, hogy véletlenek nincsenek, ez a dolog mindig élt, létezett és volt. Tisztelt Hölgyek, Urak,
Az elmúlt egy évben megpróbáltam a garantásokat visszaerősíteni. Ez az erősítés az annyira volt sikeres, hogy most újból ez a rendezvény, úgy gondolom, hogy mehetett a maga útján, mert fiatalok nélkül nem tartunk sehova, ezt higgyétek el. Én arra kérlek bennetek az elkövetkező időben, hogy a legfontosabb dolognak a közösségépítést tartsátok. És még egyszer mondom, van a Magyar Emberek Szövetsége, van a Magyarok Szövetsége Mozgalom, meg a Magyarok Szövetsége Egyesület. Ezek egyfajta kizáró állapotok, de az a legjobb az egészben, hogy amit először mondtam el, abban mindenki beletartozik. És azt kell megérteni, hogy itt szó se lehet pártok építéséről, itt egyetlen dologról lehet szó, a magyar emberek lelkének építéséről lehet szó, mert lélekben tudunk találkozni egymással, sehogy máshol. A nemzet csak akkor tud megszületni, hogy lélektől. Folyamatok indultak el, és ha valaki azt mondja, hogy hát ezek vesztett csaták. Én annyit tudok mondani, hogy ha valaki végig tekint, akár majd a pusztán, de akár végig tekint a mai Magyarországon, mert rengeteg olyan dolog történt az elmúlt időben, ami korábban elképzelni se tudtuk volna. Ezt valljuk be mindannyian, hogy a bennünk lefolyó változás, hogy 10-20 évvel ezelőtt milyenek voltunk, mit gondoltunk a világról, igaz? Elképesztő, hogy milyen változáson megyünk át, és az a szép, hogy ez a változás most mindenki utol fog érni. Azokat is, akiket úgy hisznek, hogy milyen emberek is? Közönösek. Erdélyben most egy tanártól, egy mérnök tanártól, aki ott a helyi rovásírásnak a dolgaival foglalkozik, megtanultam egy nagyon fontos dolgot, az pedig úgy szól, hogy a közönös ember azért közönös, mert tudatlan. Csak a tudatlansága miatt közönös. És nekünk egyetlen egy dolgunk van, hogy a tudatlanságot kell leküzdeni. Azt pedig csak tudással lehet. Semmi egy mással, a tudást pedig csak egymástól kaphatjuk, úgy, hogy közben egymás szemében nézünk. A vita is csak így ér valamit, higgyétek el. És így tud termékeny lenni, az összes többi, az csak pusztítani fog. Még akkor valami jó, hogy felhangozom a végén. Én egyet tudok mondani, ha itt valami csoda történne, és itt valami hatalom, itt helyben, itt az országban, akár a mostani is, azt mondaná, hogy mindent megteszek a magyar emberekért, reménykedjünk benne, hogy ilyen csodák megtörténnek. Ha teljesen mi oldalunkra áll, akkor egy idő után a külső tényezőknek ez nem fog tetszeni, ezt mindenki nagyjából érti, igaz? És ha azoknak nem fog tetszeni, akkor csak egyetlen egy úton, módon lehet majd ezeket keresztül vinni, hogyha egy nép mellé áll, emögé a dolog mellé. Így van? Tehát beszéljünk a csoda intézményéről, hogy a hatalom birtokos, hogy egyszer csak rádöbbennek, hogy az emberekért kell cselekedni, de akkor, amikor ezt megteszik, akkor ez kívülről sok embernek nem fog tetszeni, főleg egy ilyen kicsi nép esetében. Ezt megértjük, így van? Na most ebben az esetben viszont egy népnek oda kell tudni majd állni, és azt mondani, hogy na most, akármit is mondanak, kívülről belül így lesz. Ha nem így történik, tehát akkor szükség van valami olyan szerveződésre ebbe az országba, aki a magyar embereket össze tudja fogni. Mert ezt semmilyen hatalom nem működteti és nem csinálja. Ez az a feladat, amit semmilyen hatalom nem képes megcselekedni. Tehát ekkor azt kell mondanom, a Magyar Emberek Szövetségére szükség van. Ha ez nem történik meg, és nem állnak a magyar emberek mellé, akkor pedig azt mondom, hogy akkor pedig a Magyarok Emberek Szövetségére szükség van. Mert akkor meg nem lesz ország. Tisztelt Hölgyek, Urak! Akármit is nézünk, a végkövetkezés az, hogy a Nemzet Érdekvédelmi Szervezetének a népnek működnie kell, meg kell születni a nemzetnek, ez pedig a Magyar Emberek Szövetségével jöhet csak létre. Tehát az önök munkájára és az önök vágyaira szükség van ahhoz, hogy ez a nemzet újjá szülessen. Nincs más megoldás, ezt a munkát mindenképpen folytatni kell. Én annyit tudok elmondani, hogy egyet megtanultam tavaly, ha te minden munkát megpróbálsz elvégezni a mások helyett, akkor itt nem fogunk megtanulni semmit. Semmit. Nem fogják megtanulni, hogy kell vezetni, hogy kell emberekhez szólni, hogy kell közösséget összerakni. És lehet, hogy ez csak a te álmod. Én arra kérlek benneteket, hogy ez ne csak az én álmom legyen. Aki úgy dönt, hogy a közösségek építésének az útjával lép, az találkozni fog abban, hogy én segíteni fogok neki, és minden garantás segíteni fog neki. És ha ez a Magyarok Szövetsége lesz, vagy a Magyar Közösségek Szövetsége lesz, akkor azt kapja meg a segítséget, ha más, akkor más ugye megkapja a segítséget,
több tízezer közösségre van szükségünk, hogy felműljenek a vezetői, akik közülünk valók, és nem felejtenek el bennünket. Én alapkérlek benneteket, hogy legyetek tízezek a vezetők. Mert valami miatt most itt ültök, talán előbbre tartotok, mint egy csomó ember. Talán többet értetek sok mindent. Egy óriási felelősség az, amikor valaki meg érti, hogy mi történik közöttet. És ezt fel kellene nőni mindenkinek. És csak annyit tudok mondani, hogy sokan azt mondja, hát Felkó, de hát téged nem lehet pótolni, mindenkit. Itt nálam sokkal tehetségesebb emberek vannak, százszámban. És sokkal tehetségesebb háttérrel is rendelkeztem. Máshol, falu szélen nehezen lehetett a könyvtárba bejutni, a Széchenyi könyvtárba például. És ezt higgyétek el, hogy itt minden ember tehetséges. Óriási érték. Legyet élek benneteket, hogy amiért a Jóisten ide küldött benneteket, hogy legyetek kedvesek, minden energiájátokra a teremtést építeni, ezt ne egy-két százalékon működtessétek, 12 órát dolgozva az ördögnek egyet az Istennek, ezzel nem lehet megváltani saját magunkat. Na, kérek benneteket, hogy legyetek szabadok. És az életeteket építsétek úgy, nem hirtelen belelökve mindent a korba, hogy utána nem tudjatok talpra állni, szépen, folyamatosan, nap mint nap törekedjetek arra, hogy újabb órát nyerjetek vissza a saját életetek számára. Szépen, odafigyelve, taktikusan, kiátszva őket, megszerezni a saját szabadságotokat, a szabad emberek közössége legyőzhetetlen, a szolgálték bármikor megverhető. Tehát magyar emberek, ti értetek a ti szabadságotokért, elképesztő sok ember halt meg. Legyetek olyan kedvesek, az ő munkájukat becsülni, a szabadságot megőrizni, ezt az országot megtartani, mert ez nem a kiétek, hanem azok a gyermekek, akik az oldalatokban most így csak sírnak, és megjönnek. Köszönöm szépen! Favázas, magaskápás nyergekből, illetve veretes, fonott kantárokból áll. A lovak is nem az újabban Európából hozott nagyobb testű lovak, hanem valamilyen kisebb testű, élénk, arabos jellegű lovak. A lovasok keleties módon ülik meg a lovukat, egyenesebb lábbal, az ügetést kiülve, vágtában felállva, harckön, a harcosok kezeügyében felhajzott így, nyilak, tegez, a
Szők, szabja, kopja, fokos, karikás, hajtócsillag. És akkor nézzük az íjászatot. Az oly sikeres magyar fegyvert. Erről a jelt adó, a kürtös. És ott követik a harcosok. Feszül egy kötél, ez az ellenséges arcvonal, képzeljük oda az ellenséget. Mongóliában, a nádomon ma is kötél alá lőnek. Az ütközet félelmetes nyűszáporral indul. A nyugati íjaknál sokkal magasabb technikai színvonalú íjakkal. A magyarok távolról elérték közelharcos szokott ellenfeleiket. Sűrű több irányból csapódó nyilvesszők ellen sem. Egy körvágtával köszönjetek el! Egy körvágtát köszönjük szépen! Pusztai rókák! A következő bemutatójukon majd a teljes programot be tudják mutatni. Az utolsó vágta, tapsoljuk meg őket! Pusztai rókákat láttuk, köszönjük szépen, és felkészültek a háttérben a történelmi élőkép részei, tagjai. Szervusztok, rókák, legyetek ravaszak, kemények, nyerjétek meg minden csatátokat, segítőiteket pedig kérjük, hogy pontosak legyenek, vigyetek ki mindent, nehogy valami baleset érjen valakit. Köszönjük szépen, hogy fegyelmezettem. Be tudtuk ezt fejezni. Őket látjuk még. Igen, igen. Őket látjuk még a történelmi élőképen, pillanatok alatt átalakulnak, átváltoznak, és beállnak a lovas csapatba. És azt kérem mindenkitől, hogy aki valóban azért jött, hogy egy csodálatos történelmi élőkép üzenetét vigye haza a lelkében, szívében, az most onnan a sátrak közül induljon el ide, mert másodpercek múlva kezdődik egy olyan csodálatos bemutatkozás, egy olyan csodálatos múltidézés, amiben csak annak volt része eddig, aki eljött Böszörpusztára minden alkalommal. A kurultájra először, majd a Magyarok Országos Gyűlésére az azt követő években. Megint nem számolgatunk, de csendesen azt mondom, megteltek a lelátók. Volt, aki még tegnap kételkedett benne, hiszen a főpróbán még voltak helyek, de én azt gondolom, hogy mostanra, ha körülnéztünk, akkor fölnézhetünk az égre, mert az első az, hogy a Teremtő Istennek megköszönjük, hogy ebben a remek időben annyi erőt adott nekünk, hogy ennyi remek harcos, ennyi hagyományőrző, ennyi igazi magyar lélek, ilyen számlálhatatlan magyar sereg előtt tud most fejet hajtani a múlt, a dicsőséges elődök előtt. Repül a lelkem, repül a szívem, és nagyon megköszönöm én magam, és talán tehetem ezt Mukics Ferenc barátom nevében is, hogy vezethetjük, hogy itt lehetünk, hogy szólhatunk önökhöz, mondhatjuk azokat az érzéseket a fiúk, lányok helyett, amiket ők ott bent a lóhátán megélnek, átélnek. Barátaim, drága magyar testvéreim, ez egy olyan találkozás, amit nem támogat sem az ország, sem a világ, csak a magyar emberek. Ez egy olyan találkozás, ami mint a puszta, a semmiből nőtt ki,
de tápláló, lélektápláló, magyarság emelő. Az jött ide, aki ezt vágyja és kívánja, az van itt velünk, aki ezt elviszi és továbbadja. Aki mégis valamilyen más szándékkal érkezett, nem volt még olyan év, hogy ezt a szándékát ne tette volna hátra. A mai jelentésekben, mert írnak ilyet ma is, valahogy az itt eltöltött egy nap után másképpen fogatol, meg tudjuk fordítani a tétovákat, meg tudjuk fordítani a még tétlenkedőket, mert mi most egység vagyunk. Mi vagyunk a magyar nemzet. Hajrá, Böszmőr Puszta! Isten áldja meg a magyarokat! Hajrá! Hajj, hajj! Nagy tisztelettel köszöntöm én is mindannyiukat, történelmi élőkét. Böszmőr Pusztán arra törekedünk imáron 4 éve, hogy lelki tartalmakat közvetítsünk, tanításai legyenek ennek a találkozásnak. És hát a legfontosabb találkozás az, amikor együtt vagyunk, össze tudunk gyűlni, egymás mellé tudunk állni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ott van szemben egy vár. Az úgy nézzék meg, hogy annak minden szöge, minden darabja szeretetből van összerakva. Azok, akik azt fölépítették, azokat nem sokan el kell bontani, és egy remény miatt építették föl, a remény pedig arról szól, hogy van jövő. Kedves barátaim, idén sosem volt létszámol lovas csapattal fogunk találkozni, és hát, hogy mennyi lesznek a gyalogosok, még magam sem tudom megmondani. Úgyhogy már azt tudom mondani, aki ide eljött, már az első mozdulattól fogva úgy érezheti, hogy valami meg fog változni az életében, mert majd megértjük, hogy amikor a Teremtő Isten egymás mellé rak bennünket, és tényleg egységesen hajtunk végre feladatokat, akkor az mindenki megérzi egy pillanat alatt. Csapatvezetők, jelezik a felkészültek a menethez. Hiszen hölgyeim és uraim, kérem mindenkit álljanak fel, énekeljünk el közösen a magyar himnuszt. Amivel tisztelektem, amit meglengedtem, a Rákóczi zászló 300 éve, hogy a kuruc szabadságharc véget ért, a dicsőjelöldök között kiemelten ennek jegyében is emlékezünk. Háromszoros viváta nagyságos, méltóságos Rákóczi II. Rákóczi Ferenc fejedelem tiszteletére. Hangozzék! Vivát! Vivát! Vivát!
Figyelem, gyalogosok! Irány a küzdőtér! Lépés! In! Noi! Köszöntő képében először a legkisebb hagyományőrző, legkisebb barantások érkeznek, mögöttük a Baranta Szövetség tagjai, a kiskunok, a pusztagazdái, hagyományőrzők az ország minden végéről, különböző korokból. Érkeznek az ország különböző végéből, és érkeznek a századok szép rendben, 200 között ott vonulnak a kunok, Éli Gömbres Járpád, Kunszent Miklós város vezetője, alpolgármester. Ha tetszik a szemnek, tapsolj meg őket. Ismertessék a magyar műveltséget, a körülöttük élő emberekkel, lovasiászok, íjászok, különböző korszaki hagyományőrzők, harantások.
mögöttük zárt rendben, gyönyörű szép lovas szerszámzattal a lovas sereg, akik előtt elhaladnak, nagy csodálkozástól már el is felejtenek tapsolni, pedig ezek a harcosok, vagy a gyalogosok is megérdemlik a tapsot, ló és lovasa. Ahogy vonulnak önök előtt, nézzék meg a korhűséget, a magyar történelem lóháton. Az Árpád kortól, a pusztai kortól, a honalapítás korától egészen napjainkig. A lovak között olyan lófajtákat látunk, amik ma itt Magyarországon megtalálhatók, gazdára találtak, és együtt teszik a dolgukat lovasok, harcosok és lovaik. Óriási lovascsapat, és ahogy érkeznek, már lépésben is érezzük, hogy ébred, ébred a föld, ébredünk mi. Ez az a minőség, amikor majd megmutatják vágtában, hogy mit tudnak, ez az a minőség, ami fölébreszt minket, ami ráébreszt arra, hogy a mi szabadságunk a lovas szabadsága. Pusztai rókák, Zemplén lovasai, de sorolhatnám azt a sok-sok igaz magyar embert, aki erre a napra készült, hogy itt együtt magyar testvéreivel fegyelmezetten bemutassa. Köszönjük szépen! Így szokott megállni egy huszár, amit látták. Megáll és tisztelek! Beviszi a lovát ismét. Drága barátaim, tessenek figyelni, hogy a lovak fölveszik ezt a harci ritmust, ahogy minden ló érzi, hogy valamit tennie kell, valami dolga van, valami ébredés van. És még mindig lovasok. És megkérjük azt a kevésbé harcedzett fiatalembert, húzzon ki onnan. És érkeznek, alig férnek el, gyönyörű, gyönyörű, zengen a taps. És egy kis csikó is, tessék figyelni, csendesen, már akkor kell kezdeni kicsi gyerekkorba, ahogy a gyalogosok közt a pici harcosok, ugye a lovasok közt a kis csikó is ott van. Ott van, hogy megtanulja, mit kell tennie. Érkeznek a csikósok, csattog az ostor. Lovasok elfoglalják a hadrendet. És a legvégén dicső elődeink lovait idézve egy fegyelmezett kis lovascsapat. Barattás lovascsapat az Alföld szívéből, Kunfakon lovakon. Gyertek, András! Lovasok elfoglalják a helyüket, és minden harcos egymásra figyel, és figyel a vezényszavakra. Hölgyek, urak, tisztelt vendégeink, kedves magyar barátaim! Az ég néha megszólal, jeleket küld, és felhívja a figyelmünket arra, hogy az élet több, mint fakó rohanás a semmiben. Érdemes néha megállni, körültekinteni a világban, kik is vagyunk, mink vagyunk mi valójában. Tisztelt hölgyeim és uraim, van egy ünnep, Göztörpusztán. Ez az ünnep pedig így szól, magyar vagyok,
a magyar ember ünnepe, ami arról szól, összeket bennünket a múlt, a jelen és a jövő, és ez formál bennünket nemzetté. A nemzet nem más, mint a jövőre szövetséget kötött emberek közössége. Kedves hölgyeim és uraim, énekeljük el a napot csalogató énekünket. Magyarok Istenem! Egyik hírdalunk szintén megemlékezik erről az eseményről. Így szól, Kossuth Lova megérdemli az abot, kétszer kerülte meg Magyarországot, ha még egyszer körül kerülte volna, Magyarország ilyen gyászba nem volna. A hagyomány szerint, ha a vezető háromszor megkerüli az országot, akkor az ország teljes védettséget élvez, az azt is jelenti, hogy megismeri az embereket, akik ott vannak. Hiszen, hölgyeim és uraim, bár itt nagyon nem látszik, de homokkal felszorva a történelmi Magyarország alakzata található, tájolva itt a Böszöd-pusztai küzdőtéren. Egy feladatunk van, hogy megmutassuk ezeket a határokat. Mert ezeket a határokat nem országok jelölték ki, nem politika döntött el, a teremtő maga ezer évvel és azt megelőző évredekkel ezelőtt ennek a népnek, elődeinek és testvérnépeinek adományozta. Nekünk ezzel felelősségünk van, nekünk ehhez kultúrát kell adni, műveltséget kell biztosítani és megbékélést kell teremteni. Figyelem, gyalogosok, hátra, arc! Előttünk van Féles Felvidék magas hegyeivel, ahottan vagyon Erdély gyönyörű dombjaival, hágóival, szorosaival, ott a gyönyörű Nagyalföld, ott a Dunántúl termékeny dombjaival, ott van a Kis és Nagykunság, ott van Bácska, dúsan termő földjeivel, ott van a Horváth tengerpart, ahol hajók ringatoznak, és várják az idők álmát. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ez a Föld, amit egy műveltségre teremtettek, ami otthon, otthona minden magyar embernek. Figyelem, gyalogosok, hagyományőrzők, íjászok, kunok, kiskunok, balantások, irány a történelmi Magyarország határai, előre! Alkotta meg. Igazítsuk el magunkat rajta, nehogy valamelyik szakad erősebben legyen védve, valamelyik gyengében. És én az ország, a történelmi Magyarország, a Szent Korona országa, egy gondolat, egy lélek. És érkeznek a lovasok, érkeznek a vezérek megkerülni az országot először nyugodtan, szépen, lassan, kimutatva méltóságát a világnak, az életnek, ami mindannyiunknak sorsról jutott, majd azt követően megmutatva, ha kell, be is száguldozzák annak védelméért. És az ország határait élő emberek alkotják, mint hogy az ország testét is élő emberek alkotják. Ez a Magyarok Szövetsége. Ez a szövetség, akit itt, az itt lévők, egyenként, minden magyar, aki itt van vagy nincs itt, először, mikor még lélek volt és a Teremtő Isten elé járult, hogy ő leszületne ide magyarként, ma akkor ismerte meg, milyen lesz a sorsa, ma akkor tudta meg, hogy milyen is magyarnak lenni, azt a szövetséget a lelketekben hordjátok. Mindannyian, az a szövetség kitörölhetetlen. A Teremtő Isten megosztotta véletek, hogy mi lesz a sorsunk, mi lesz a sorsotok. És egy ilyen gyönyörű ország lett a sorsunk. A történelmi Magyarország a jelekkel, jelképekkel, zászlókkal.
és ezt valamennyien, akik akkor megértették, meg is tették, megalkották. A mi dolgunk, hogy úgy így legyen. A mi dolgunk az, hogy kerüljük meg ezt az országot. A lovainkkal kerüljük meg ezt az országot. Mi szabad magyarok. Az ország most itt van, teljes történet Magyarország, Ösztörpusztán. Lélekben szövetségesek vagyunk. Ugye nem gondol már senki arra, hogy valamikor, valaha ellentétek voltak közöttünk. Már nem számítanak ezek. Már csak egymásra, az országra, a nemzetre, a lelkünkre, és minden magyar lelkére figyelünk. A vezérek dolga megszemlézni ezt az országot. A vezérek dolga megkerülni ezt az országot. A vezérek dolga megvédeni ezt az országot. Minden korban azok a vezérek, akik elől jönnek, a pozsonyi csatában ezt megtették. 907. Dekrétum ugros elinándos esze, mondja az európai összefogás. Árpád vezér egyet mondott. A haza miénk. A Teremtő Istentől kaptuk. És nem adjuk el, nem adjuk fel. És teljes vereséget mért az összeurópai seregekre, és büszkén szemlélhette meg az országát, minden utódja, mert olyat hagyott ránk, ami csak a miénk. A mai vezérek ezt tudják, kell, hogy tudják, mert ha nem tudják, nem vezérek. És a népet, a lovas harcosok, a vezérek, nem csak az ország felé, hanem felétek, akik itt ültök, felétek is megszemlélik. Megnéznek mindenkit. Ezek a magyar emberek mindenkinek a szemébe néznek. Nem lesütve fognak kezet, nem csak úgy tárgyalnak telefonokon. A szemedben néznek, mert ezt az egyenességet, ezt az igaz, becsületes tartást, ezt örökölték. Nincs ellentét lovasok és gyalogosok között. A gyalogosok őrülnek. A gyalogosok lengedik a zászlójukat. A gyalogosok erre vártak, hogy körüljöhessen rajtuk a lovas sereg, hogy biztonságban érezzék magukat otthon, a Kárpát-medencében. Során a vezérek és a harcosok nyugtázták. Él Magyarország! Él ez a sok tízezer ember, aki itt van, és élni akar! És akkor vigyünk életet ebbe! És a következő körök, azok már ahogyan a lovasok jönnek, ahogyan a szabadság jön, ahogyan az erő árad belőlünk magyarokból, az úgy zajlik, és bentről a harcosok buzdítása, és kintről, kívülről, a gyepűből pedig a kedves magyar testvéreink, akik most harcossá válnak, hatalmas buzdítása lesz. No, vezérek, hajrá, hajrá! Fogjuk meg minden kisgyerek kezét, mert ilyenkor mindenki oda menne, bemenne. Ha megindulnak a lovak, akkor ott bizony-bizony vigyázni kell. De együtt biztassuk őket, gyermekeik kezét fogva, hogy még keményebb vágtával jöjjenek,
tisztelt fotós barátaim, ne akarjatok áldozat lenni, maradjon mindenki a kötélen kívül, és hagyj induljon, hagyj pörögjön, hadd fusson a magyarok lova körül az országon. És ott a legvégén a nézők elé érkeznek a lovasok összefogott, határozott harci vágtában. Megvan az ország, és mi vezérek és harcosaink hozzuk azt az erőt, hozzuk azt a biztonságot, ami itt a gyönyörű Kárpát hazában a múltunkat, a jelenünket és a jövőnket jelenti. A biztatás! Körbeérnek, második körrel szinte bezárják az ország körül, ez a csodálatos kör. Csikú és édesanyja, egy vártában, öreg és fiatal, és a végén a múltat idézve nagyon fegyelmezetten, a harcos kis lovattal, a puszta, igazi kis csapata. És a második kör is keményen érkezik. Háromszor kerüli meg Magyarországot. És reménykedve bízva abban, hogy az üzenet valóban, ahogy a dal mondja, a móda mondja, Magyarország jobb sorsra jut. Ahogy a szabad csapathoz én egy kicsit szórtam, ők még mindig még szabadabbak, mint bármelyik más. Hadd szóljon, hadd menjen! No, drága barátaim, ez az a szabadság érték, ez az a szabadság érzés, amit annak idején mi megkaptunk. Ez az, amit ha nem is ültünk a lovon, akik itt vagyunk most kívül, de a lelkünk vágtatott velük együtt. Ez a magyar szabadság. Hölgyek, urak! Kedves testvéreim, remélem sikerült megérezni valamit abból, ami a magyar ember. Ha tetszett, akkor egy kicsit emlékezzünk rá egy kis tapsal, jó? Nem csak, hogy emberek, de szívek és lelkek alkották a határát. Most Brassónál és Őrségnél fordulva, gyalogosok jobbra és balra át, irány a magyarok szépen felépített vára,
belőle! Hiszen hölgyeim és uraim, a történelmi élőkép megszokott képe következik. Ostor mellett három sorban. Az ostor jelképezi a magyar kultúra egységét, amelyben az eszközök nem csak egy-egy dologra alkalmasak, hanem testi, lelki és szellemi szerepet is betöltenek. Az ostor egyszerre fegyver, egyszerre gazdálkodási eszköz, és egyszerre fontos vallási tárgy is. Fegyveres eszköz, hiszen még a 20. század elején a Hunyadi huszárezrednél a Fokos mellett az ostor rendszeresített fegyver volt, és 1942-43-ban a magyar huszárok karabélyok mellé mindenki oda kötötte magának az ostor. És a törökök annak idején, valamint a lavancok, és 48-49-ben pedig Vingisvész katonái ettől az eszközről féltek a legjobban. Egyszerre gazdálkodási eszköz is, hiszen csipósok, gulyások, csordások, kanászok, csürhések használják ezt munkaeszközként. És nagyon fontos szakrális tárgy is, hiszen ezzel kíséri ki a lelket utolsó útjára. A cserdítéssel megpróbálják elérni, hogy a lélek át tudjon lépni a felső világba. És új évkor, kis karácsonykor és nagy karácsonykor pedig a rossz szellemeket kívánják száműzni otthonunkból. Az ostormenet előtt pedig megemlékezünk a magyar történelem egy fontos eleméről. Arról a pillanatról, amikor nemzetté vált a nép, amikor a törzsek egyesültek egy közös akarattal, őseik és testvér népük földjét kívánták visszaszerezni. Hölgyeim és uraim, ez az első magyar alkotmány ideje, amelyik nem más, mint a vérszerződés. Hét vezér kötött egyességet egymással. Megalkották népünk működésének legfontosabb alapszabályait. A következő képben erről kívánunk megemlékezni. A vezérek zászlósai felsorakoznak, és elindulnak az ország szíve felé, puszta szer felé. Útba értik közben Pilishegyét. És már a vezérek gyűjtik seregüket, csapataikat. Vezérek zászlósait. Az ég küldöttei, a táltosaink a teremtő ösztön felé fordultak, és megkapták az üzenetet. A vezéreink, a mindennapok irányítói, és a táltosok megbeszélték ezt az üzenetet, egyetértésben hozták meg a döntésüket. Borzasztóan fontos üzenet, egységben, egyetértésben. És mi most elképzeljük ennek a történelmi pillanatnak a magasztosságát. Mindenki, aki részt vesz benne, nagyon fegyelmezetten érkezik az ország közepére. Zászlóik, az Árpád sávos zászló,
amit azóta sem engedünk letenni, eldobni, meggyalázni. Figyelem segítők! Zászló, állj! Figyelem, jobbra! Át! És érkeznek a vezérek csapataikkal! A hét vezér annak idején döntés hozott arról, hogy kevés már az a szövetség, ami egymás között van. Újabb, másabb szövetséget illik kötni, erősebbet, mélyebbet. Közben, hogyha felnézzük az égre, néhány lólakú felhőt lehet észrevenni, amint éppen ágaskodnak. Igen, ők mögöttük jobbra, előre. Én azt hiszem, vehetjük üzenetnek. És hogy a múlt és jelen egy, érkezik a háromszínű nemzeti zászló. Ez így egy. A vezérek már tudják, milyen döntés született. A vezérek a döntés súlyával, felelősségével készülnek arra a pillanatra, amit megkövetel tőlük a történelmi pillanat. Készülnek arra, hogy az egységet megpecsételjék egy vérszerződéssel. Vérszerződést fognak kötni, ahogyan az a leírásokban szerepel. Ezzel erősítik meg, teszik örökre egységessé ezt a szövetséget. Nem jogászok, nem jogász irodák, nem jogi törvények, hanem a szó és a vér szava. A Teremtő Isten által megadott erővel fognak össze. És elmondják, vérszerződést kötünk, mi magyar vezérek. Ebben megfogadjuk, míg Árpád maradéka él, mindig az ő véréből választunk fejedelmet. Megfogadjuk, hogy a javakat, amiket közösen szereztünk, közösen osztjuk el. Megfogadjuk, hogy a hét vezér és utódaik az országlás tisztében mindig helyet fognak kapni. Ha valaki a fejedelem és rokonai közül hűtlennél lenne ehhez a fogadalomhoz, a vérszerződéshez, vére ontassék, ahogyan az most ontatott. A vezérek vagy utódaik ezen esküszerződést megszegnék, örökre átok alatt legyenek, és most pajzsra lép az első az egyenlők között. Árpád, a mi vezérünk, a mi fejedelmünk. Négy vágás, négy égtáj felé, a Kárpát
Ferenczen így pontja felé. És egy köszönet, egy ima a Teremtő Isten felé. Árpád imája. Boldog Isten, nézz ránk a magas egekből, árasz ránk mosolyod, fénylő napszemedből, nemzetek Istene, add nekünk a földet, magyarok Istene, tarts meg itt bennünket, évezredeken át áld meg életünket viharban és vészben, oltalmazd meg minket, adj szívünkbe békét, erős boldogságot, ne érezzük soha a hontalanságot. Duna, Tisza partján magyar szóval áldjunk. Ez legyen örökre a mi szent országunk. Legyen minden magyar a te fénygyermeked. Pihentesd meg rajtunk áldott tekinteted. És most már mindenki tudja, hogy ki vezeti a magyar népet. Mindenki tudja, hol a helye, mit kell tennie. Nem egymásra várnak, néznek most már. Felültek lovaikra vezérek. És a nép felé is elmondják mindezt, csendesen szemlélve a magyar népet, akik most mi vagyunk. Mi, akik itt ülünk körbe, érezzük, érezzétek át ennek felelősségét. Csak úgy vállal országépítés, honépítés, Árpád vezér népe vezéreivel, ha mi is vele megyünk. Ha ti, drága magyar testvéreim, most lelketekben ugyanezt az esküt megfogadjátok, hogy vele megyünk azoknak az embereknek, akik egy szabad, akik egy igaz magyar hazát kívánnak építeni. Figyelem, zászlósok! Jobbra! Hát! Irány a vár! Lépés! Így! Lói! És a vezérek seregeinkkel elindulnak a magyar nemzetségek seregei felé, hogy összegyűjtsék mindegy egy szabad népé. És ahogy beérkeznek minden magyarok lovas seregei, adjátok el és hangotokkal csatlakoztok ti is ehhez a néphez, ehhez a nemzethez, ehhez a sereghez. És ott van a vezér, minden magyar nemzetségek seregei élén, és érkezik, hogy megmutassa sereg erejét. Mert nem a saját hatalmukért vállalták ezt. Nem azért, hogy bankok, gyárak, üzemek élén ők legyenek az egyetlenek. Azért, hogy a nép hazát kapjon. Azért, hogy ennek a népnek szabadsága legyen. És ott előttetek megy el a vezér, a serege. Éltessétek, éltessük együtt őket. Higgyük el, fogadjuk el, hogy ők megtartják a szavukat. Higgyük el, fogadjuk el,
hogy ők a vérszerződésben fogalmazottakat be fogják tartani. Ők a mi vezéreink. És ha nem úgy cselekszenek, ne süt rájuk. A Teremtő Isten, ne süt rájuk a népük. És megmögöttük a sereg. Gyors Novalikon. És nincs az az elő. Széles Európában, nincs az az elő széles világon, ami ezt a magyarságot akkor megállította volna. Ők azok. Ők a dicső elődök. Árpád és vezérei. A népükkel. Közös ünnep ez, óriási ünnep. Hazát és hadd szereznek nekünk, hazát és hadd védenek, ők azok. Szent az a föld, szent az a por, ami most felszáll a lovak patája alól. A magyar haza földje, a magyar hazái, amit nem adunk soha. És a harmadik körben, csendes méltósággal, még egyszer megpihen a szemük, még egyszer szembenéznek a népükkel, és együtt fogadjuk meg, ez a mi hazánk. Ez Magyarország. Nem adjuk el. Nem adjuk fel soha. Figyelem, ostorosok, előre, körbe, indulj! Istennek hála, mint egy fél évtizede Magyarországon az ostor újra reneszánszát éri, egyre többen szerveznek ostormeneteket szerte a világban, és természetesen itt a magyar hazában is. Amikor rég nem a kínai petárdával köszöntöttük az új évet, hanem fegyelmezetten és határozottan lélekből ostort használtunk. Hiszen, hölgyek, urak, Attila Isten ostora volt, mi pedig Isten ostorosai vagyunk. Húzódjunk is a vár irányába is.
igazodjunk ki. Gyerünk! Figyelem, középső sor, hátra, arc! Ostor távolságot kértünk. Bizony csúfúj áll, aki nem tartja az ostor távolságot. Figyelem, vezérostoros, kész van? Nem. Indítsuk meg a jelet, ostormenet, felkészülni, bal lábbal, lépés, in, doj! Ostorosok, vezérostorosok, középre, előre! Mert nem csak méltóság teljes vonulás az ostor, nem csak gazdálkodási eszköz, hanem harcos eszköz is. Nézzük, hogy hogyan használták ezt valamikor néhány rövid pillanatban. Az központosítás útja,
amikor önmagam legjobb képességeit belülről kívánom előhozni. Ha a lóra kerül az így, akkor megvan az egység. Megismerni a teremtés kívülről, és megismerni önmagunk valóságát. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Teremtő Jóisten benneteket azért küldött a Földön, jobbá tegyétek. Pontosan tudta, hogy mire van szüksége a világnak. Látta, milyen folyamatok zajlanak benne, és minden gyermek, aki megszületik, az azért érkezett le, hogy javítson ezen a helyzeten. A kérdés az, hogy ti vállaljátok ezt a feladatot. És ha vállaljátok, és a szolgálatot megteszitek, akkor vagytok boldogok, nem máskor, ha önmagatok vagytok. Az íj megtanít bennünket önmagunk megismerésére. Ez egy belső szabadság. A lélek külső szabadságot adja. Az íj, a lélek és a szellem belső szabadságát. Íjászok jelezzék a felkészültek. Az íjászokat Lesi Árpád, a KUNOK vezetője, Kunszent Miklós polgármestere vezeti majd fel. Íjászok, zászlósok! Jobbra!